Erőt, egészséget, kedves bajtársak! Itt a Kavel Gimcsne, Raptor-mester pedig szolgálatra jelentkezem. Ismét, hogy láthatjátok, folytatjuk a Forever Skies nevezetű játékot, hogy elég régen néztünk már bele. Hogy volt egy kis hajó, amit így elkezdtünk megépíteni, illetve elég jól megcsináltuk a fejlesztéseket, hogy ezzel az eszközzel tudunk úgymond kaját szerezni magunknak, illetve én most sütöttem is itt egy-két dolgot. Van itt víz, amire szükségünk van. Ez még aránylag fullon van, ha jól látom. Kár, hogy viszont... de tudjuk stackelni, jó? Tehát át tudom tenni egyiket a másikba, jó. Akkor ez is megoldódott. Dirty water, 6-ot szedtünk föl koszos víz, úgyhogy azt tudjuk is tisztítani. És akkor marad egy koszos vízünk, de hát hogyha így most esik az eső, és akkor még tudunk tölteni vele. Ugye ezt tudunk elvileg most már lassan azt hiszem szűrőt csinálni. Illetve ehhez jobb ilyen horgász cuccot. Az ott mi? Ezt szerintem én dobtam ki, ez biztos valami romlott kaja. Jelenleg úgy vagyunk, hogy van 3 darab ilyen emelkedésre szolgáló motorunk, és ugye 2 a haladás az előre. Az egész jó. Azt mondja, van 3 víz. Valahogy föl tudnánk tölteni a flaskát. Azt mondja 4. Megromlott egy kaja. Közben állunk. Ugye elég sok kaját hoztam, tehát... Még egy megromlott, nagyon jó. Nem tudom, mit tudok csinálni majd ezekkel a romlott ételekkel. Azt hiszem, hogy ezt megsütöttem már. Talán. Nem biztos. Hogy itt próbáltam itt a dolgokat rendszerezni. Ugye ha meg vannak sütve a kaják, akkor tovább kibírják. De hogyha nincsenek, ugye az energiát ad. Ez pedig futat és energiát, úgyhogy most maxra töltöttük magunkat, ugye a víz az, ami még esetleg kérdéses, de az is megvan. Oké, ezt leszűrtük. Ugye van nálunk víz is elég most már. Itt a fejlesztéseknél azért mennek itt a dolgok. Aránylag elég sok mindent tudunk csinálni. Ezt a plant oil-t nem tudom viszont, hogy tudnánk összeszedni. Meg kellene hélium, meg ehhez valami energiakristály. És akkor aránylag a kutatásra is egészen jól állunk. Azt hiszem, hogy itt még hagytam elég sok mindent itt ennél a bázisnál. Illetve rengeteg üveget tudnánk itt összeszedni, ha följebb tudunk szállni. Egy valamit elfelejtettem, a zenét lehúzni, ugyanis most visszatette a játék a zenét. Erre nekünk nincs szükségünk viszont. És akkor... Bontsuk el, amit el lehet szerintem. Egyelőre. Ez adja a metált. Üveg. Ja, az üvegre nagy szükségünk van, mert nem akarok ilyen nagyon zárt hajót építeni, maximum csak a... Hogy hívják, nem? Az olyan részen, ahol ilyen raktározási dolgokat fogunk letenni. Közelebb kell menjünk. Valahogy. Az a baj, lehetne ilyen kamera is. Azért, hogy hogy áll a hajó. Már nem tudunk följebb emelkedni, tehát ez a max. Mert talán körbe tudjuk járni. Tök jó, mondja,
tények is benne a játékban. Azaz, ott is megvan a cucc. Rengeteg gond, tehát nagyon sok... cuccot lehet itt összeszedni. Ügyesek vagyunk. Shift és Ctrl, ugye a süllyedés. Tehát a Shift-tel emelkedünk, Ctrl-al pedig szépen süllyedünk. Próbáljuk ide bejátszani ezt a gépet. Azaz. Szuper! Ezt be tudjuk tenni, hogy upgrade station van. Még nincsenek falak meg ilyenek a hajónkon. Iszunk egy kis vizet. Még egy kicsit. Szuper! Azért mondom, hogy tehát nem néztem meg. Jaj, majdnem túlfutottam. Hú, pillanatra megijedtem, hogy leesek. Én nem néztem meg még mindent. Epoxi. Aha. Polimerek, azok nem maradjanak itt. Bármilyen ezt az olajat nem tudom, hogy honnan tudnánk szerezni. Itt ugye a játék, hogy ilyen olaj kell hozzá, de szerintem az valószínű, hogy ki kell kutassuk. Meg van valószínű járt. Azért mondom, hogy vannak helyek, amiket nem néztem át. És nem néztünk át az előző részben. Fullon vagyunk? Mivel vagyunk fullon? Sok gazzal. Ez a polimer, ez nem olyan rossz. Így tudjuk tölteni az eszközöket, mindegyiket, amik hogy lemerülő félben van. És upgrade station. Circuit board, glass, polimer, oké, ez van. Egy darab circuit boardunk van, az probléma. Az a baj, hogy ezek a dobozok elég kicsik. Idézőjelben. Ez meg túl sok helyet foglal, ez a rohadt valami itt nálam. Nem tudom, hogy ezekből lehet-e majd később esetleg valamit csinálni, de most egyelőre kidobjuk őket. Se tudjuk még most használni. Igen. Nézzük át a dolgokat, mert nem nagyon emlékszek, hogy mit hol találok. Csia. Op, üveg. Ez jöhet ide. Az is szépen gyűlik. Minél több üveg van nekünk, annál jobb. Fém. Ez növeli a kajánkat. Igen. Itt ez a sok növény, de még mire való, ugye? Oxigéntank. Nagyon jó. És akkor circuit board kell. Ahhoz mit? A túrót kell, hogy hívjákoljunk. Plastik is, elektronika. Ágán. Elektronika. Ez üzemanyag, és plastikunk van-e? Hát ez lehet, hogy nem lesz. Hát akkor viszont ebből csinálnunk kell először is ezt.
Printing completed. Nagyon jó. Hogy ilyen sok kell, oké. Okay. Elektronikához is ez kell, jó. Akkor el kell menjünk vadászni. Alig várom amúgy, hogy behozzák a multit a játékot, tehát ez nagyon kívánja a multit ez a játék. Szerintem baromi jó játék lesz, tehát multiba meg aztán egyenesen ide imádni való. Out of range van. Ezekből tudjuk szedni ugye a szintetikus dolgokat, ugye az meg kell a... Erre csak ide. Jó, hogy most ilyen jó kis szeles idő van, így legalább jönnek a cuccok. Az ilyen raftot kever dolgokat, tehát hogy így egészen jó amúgy tényleg. Hulla van az inventory? Egyszerű. Csak még egy adagot. Igen, csak elektronikát is. Jó. Még egy kicsit. Oké, okay, egy circuit board. Ja, és akkor azt mondja, hogy lesz kell hozzá még 20 darab üveg. 20 darab üveg. Jó, hogy szedtünk üveget. Ez jól elfogyott. Nem emlékszek, hogy kell splittelni. Kontrollal. Ezt eldobhatjuk ide. Egyre kevesebb a hely. Megromlottak dolgok. Az nem jó. Ugye megfőzzük. Kutasd ki azt nekünk, nézzük mit. Ó, mindjárt ebben lemerül az aksi. Vajon ilyet mikor tudunk majd vajon gyártani? Ez kettő nap mire megromlik, az nagyon jó. Az elsőben lesz az aksi. Oké. Okay. És akkor hogy tudjuk upgrade-elni? Lehet, hogy fejleszteni kéne még kiebb a hajón? Egy kicsit. Fordulj csónak. Megnézzük, srácok, hogy egy kicsit, ha még fejlesztünk a hajónkon. Nem megyek neki semminek közbe. Picit túl megyünk. Nem nagyon. Hát igen, nem így kell leszállni, ezt remélem ti is tudjátok.
Kivárjunk, még volt az építő ez? Szintetik és metál kell hozzá. Persze szintetik, most nincs egy darab se a környéken. Eszködj. Igen, azt is lehet amúgy rombolni. És akkor elvileg összedül az épület. Vagy így meg Mihálylik. Ez az, hozzad még a szemetet? A szintetikből egy csomó az, hogy fejlesszük a hajót. Az a baj, jobb raktározási lehetőséget még nem találtam eddig. De jó. Akkor gyorsan le kéne szálljunk. Menj, kicsi, menj, repülj! Emelkedj! Oké, óvatosan tesszük le a gépet, nem vágjuk most oda, mint az előbb. Azt mondja, valami sérült. Nem látom, hogy mi. Aha, ez. Oké, nyílt menü. Szoba. Aha, blokkolja. Jó. Á, wake limit. Tehát akkor fejlesztem. Ne legyél már ilyen hangos. Hello. Oké, kell hélium, az van nálunk. Mi volt még? Hélium, mechanika, parc, meg kopter. Kegyetlen hangos a vihar. Oké, hélium, mechanik, parc. És... kopper. Már elfelejtettem itt a nagy vihar hallatán. Oké. És most ez hogy lesz? Hátrafele nyúlni? Aha. Hátrafele, jó. És akkor így elvileg növeltünk a... a kilón, amit a hajó tud szállítani. Most 900 kilót tudunk emelni, tehát tudunk rajta annyit növelni, hogy... és ez meg. Úgy hátrafele lesz egy nagyobb szobánk. Kell még nekünk... metál meg szintetik. Hát egyik sincs. Jó, mindegyiket tudunk szedni. Hát közül megromlottak a dolgok. Koppert is kell majd szerezni. Ezt be tudunk inni.
ezt össze tudjuk tenni. És akkor hármat kivettünk belőle. Hát hogyha még... Amúgy ebbe is tudunk most már ilyen... Hogy hívják ott tenni. Úgyhogy az már, azzal már jók vagyunk. A mechanic parts-ot viszont vissza kell tegyem. Nem ide, hanem ide. 10 darab van csak. Azt hiszem, hogy ezt tudunk gyártani, úgyhogy ez nem gáz. Fémünk van, elektronika van. Üveget kell még innen szedjünk, mielőtt tovább megyünk, hogy legyen. Mivel nem telik több dízzel meg az a kis köcsök, pedig esik az eső. Még egy bővítést akarok hozzátenni ide valahova. És akkor visszatesszük ide a turbinát. Hol is volt? Valahol itt azt hiszem. Ja nem, itt. Maximum flight altitude increased. 290-re tudunk amúgy emelkedni. De az most nem telik, pedig esik az eső. Érdekes. Szintetik. Fém is jöhet. Jó, hogy ezek az alapnyersanyagok úgy itt repkednek körülöttünk. Nem tudom viszont, hogy ezt a felhő alá be tudunk-e menni. Kialakítunk valami hajódizájnt is hamarosan. Azért jól nézzünk ki. Na, fúj még erre a szél ilyen cuccokat? Kellene. Vagy jönnek. Meg lesz mindjárt a 100. Meg van a 100. És akkor a fém. Akarom megint oda verni, mint az előbb. Nem tudom, hogy innen bentről meg... Nem, innen bentről is meg tudtam volna építeni. De azért itt csak biztosabb. Szerintem. Maximum flight altitude reduced. Jó, jó. Ezt nem tudom, de... Nem tudom fölmenni, mert nincs elég helyem. Először muszáj kiüríteni. Maximum flight speed reduced. Jó, jó. Kicsit dizájnolunk rajta. Maximum flight speed reduced. Maximum flight.
light speed increased. Oké. Okay. Ugye ezt megcsináltam falnak, tehát rendes falnak. Szóval, ha még dizájnolnánk rajta, akkor tudnánk még följebb is menni. Mi van abban az esetben, hogyha teszek még ilyen turbinákat, mondjuk ide alulra egyet-egyet? Hogyha kettőt le tudnánk gyártani, ez jó. Várjunk, állj! Először is a... Ezt akarom legyártani. Polymer, motherboard, meg transformer. Ajaj! Az üzemanyagot is jól lenne lehet visszapakolni az üzékbe. És akkor nem fogunk menni sehova. Ja. És akkor... Kell, azt mondja ilyen, de ez kell, mechanic part, meg elektronika. Ezt tudunk gyártani. Igen, elektronikát is tudunk, ha van kopperünk, az pedig van. Tudom, hogy van elrakva, de inkább gyártunk le párat pluszba. Kevés a kalória. És már jó a kalóriánk is. Oké, okay, motherboard. Új, circuit kell hozzá. Plastik. Ja, hát akkor megint elmegyünk vadászni. Azért elég sok jön. Mindegyik nyersanyag szerintem most már fogok letenni egy-egy ládát. Csinálok egy olyan szobát, ami csak erről fog szólni, hogy tele lesz ládával. És mindegyik nyersanyagból tele fogom gyártani. Oké, okay, mi kell a... Ehhez plastik. Printing completed. Printing completed. Szóval elég sok kell belőle. Printing completed. Igen, tehát baromi sok kell belőle. Nem elég sok, baromi sok. Kis farmolgatás van, srácok, meg egy hajóbővítés. Aztán majd megyünk mindenképpen tovább. Próbálok még egy nyersanyagot majd kifarmolni a következő részig, hogy ne csak farmolgassunk, hanem tényleg utazzunk is egy jó pár kört. Hello. Mondjuk ilyen plasztikot találhatunk szemétbe is, hát nem muszáj nekünk ezt így gyártani, de most jelenleg nem olyan helyen vagyunk, ahol szerintem ezzel vagyunk elhalmozva.
Sprinting completed. Kettő. Sprinting completed. Sprinting completed. Érdekes, hogy ez kívül van a range-en. Most a motherboardot szeretnénk legyártani. Le tudjuk rakni ezt a cuccot. Oké. És ez kell 3 videókártya, meg copper és plastik. Plastik. Printing completed. Ez az. Hát kell ilyet szerezzünk, srácok, mindenképpen. Az ázott alaplap csak úgy nyomtatódik, azt nézzétek. Printing completed. Kösz. És akkor ehhez kell 3 Transformers. Scale Mechanic Parts, meg elektronika. Aha. Jó. Meggyőző. Printing completed. Printing completed. Ugye ez egy darab így. Oké. Okay. Hydration level is decreasing. Ahogy is. Ami jól látod. Printing completed. Nem nagyon hossz szemetet a szél, hello. Igen. Elektronika kell. Az elektronika azok szintetikkel pont. Nem nagyon hoz most erre a szél. Szelecske fújja el már. Nem az egyes, hanem ide. Hopp, gyorsan, most itt vannak a kis bogyók.
Oké. És mit tudunk elektronikát gyártani? Printing completed. Utána pedig... Megkítettem a mechanik parcot. Amit tudunk gyártani. Miért ne gyártsuk le? Printing completed. Nem azt, ezt kéne megnyitni, haló? Addig közül kijövünk vadászni, míg gyárt. Printing completed. Jó, és akkor mi kell még? Polimer. Azt hagytunk amoda is, de itthon is lenni kell. 5 darab. Oké, akkor vissza kell menjünk. Csak 3 van itthon. Valahol olyan helyen álltunk meg. Szerintem pont a másik oldalán. Ennek. Nem. Pedig valahol itt álltunk meg, akkor több cucc volt itt szerintem. Kaj, nem lehet vele oldalazni. Lefele. Egy picit előre. Azaz, óvatosan. Szép. Szép landolás. Nem halt meg senki. Ezt elkövethetjük fél sikernek. Még izében voltak a... cuccok, azt hiszem még egyet följebb kellett menni. Ezt itt kifosztottuk talán. Igen. És akkor még egy ilyen följebb voltak még a szekrényekbe. Aha. Nagyon jó. Itt. És akkor így pont megvan az 5. Azt hiszem ennél följebb már nincsen cucc. Ó, itt is van még. Epoxi, meg fiók. Inventory full. De jó. Mi? Ebbe plant oil van? És az van benne. Kellenek üres flaskák. Szedjét csak kifele. Íz. Nem is figyeltem, hogy ebben ilyen olaj van. Tök király. Ebbe is az van? Ebben nem. A kis űrhajónk, vagy léghajónk, vagy minek nevezzenek. Kis csodánk. Mondjuk átpakoltam egy pár dolgot. Van jobb lett volna, most már mindegy. Oké. Okay. Ez gyárts le. Epoxi. Van ilyen olajunk. Nem sok, de van. Ezt meg tudjuk inni. Ide semmi. Ezeket bedobjuk. Bedobjuk. Aha. Na ezért fogok csinálni egy rendszerezést majd cuccok között. Mert ez így egy kicsit káoszos.
Lesz egy szoba, ahol csak is kizárólag ezek a cuccok lesznek. Printing completed. Király. Ez elég nagy állomás. Erre tudunk rajta egyet forgatni. Hello, welcome in board. Te mit tudsz csinálni? Tur... Aha. Automated. Ezeket tudjuk upgrade-elni. És akkor... Kell ilyen green colander, és akkor ezt tudjuk upgrade-elni. Meg az engine-t is. Ez elég sok minden kell. Nem tudok nagyobb üvegeket készíteni. De itt a large bot. Elég sok minden kell hozzá. Ez jobb lenne viszont. Ez biztos, hogy kell ilyen ajzéhez. Meg talán vas. Először ki kell kutassuk, várjunk csak. Szuper. És akkor innestől kell szintetik meg, hogy hívják. Jó. Én nem fogjuk srácok folytatni. Ugye elég jót hallottunk most. Picit upgrade-eltük az űrhajót, illetve elég jó kis cuccokat találtunk. Meg fogom csinálni a nagy üvegeket, és el fogjuk innen hozni az összes ilyen olajat, meg még ezt a towert, ami itt van, ezt még eléggé, és így sokat lehet itt találni cuccokat. Remélem meg tudjuk majd csinálni, ahogy hívják ott is. Hogy az olajat mi magunk is ki tudjuk nyerni, meg egy ilyen kis kertre lenne szükségünk szerintem hamarosan. Hogy mi magunk is tudjunk esetleg növényeket termeszteni. Ja, a radar az megvan, ugye ezek az alap dolgok. Az építésnél nem jött be valami? Van. Metal, volt, door, plastikán, tehát hogy ezek vannak. Itt tudjuk növelni a hajót úgy, hogy esetleg még egy ballon legyen, tehát ilyen duplára is, nagyon nagyra is ki tudjuk növelni. De majd ezeket meg fogjuk nézni, meg tudunk ilyen gyalogos izét csinálni, hogy kívül is tudjunk sétálni. Úgyhogy így állunk jelenleg, a legközelebbi részre megpróbálom egy picit még növelni a hajót, és rendezni egy olyan helyet, ahol tele lesz így dobozokkal, vagy akár kettőt is, és akkor ott lesznek a cuccok szépen elhelyezve. És reméljük, hogy akkor minden sokkal-sokkal jobb lesz. És ilyen akkumulátorokat kérem, hogy valahol találjunk. Ez lenne egy hátrányos dolog. Nem tudom, hogy itt esetleg megnéztünk-e mindent. Itt vannak a blueprintek. Amiket találtunk, crossbow boltot is tudunk gyártani. Illetve ezeket. Hát ezekre rá kéne kattintani, csak hogy esetleg ne villogjanak itt tovább. Kell majd keresünk olyan cuccot, és akkor szerintem jók leszünk. Technológiáknál is, hogy itt van minden, amit ugye ki tudtunk kutatni. Innen fogjuk folytatni. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor várok vissza benneteket legközelebb is, és akkor folytatjuk ezt a kis csodásnak, a hajónak az építését. Úgyhogy hello, hello, sziasztok!